Imádsággal készüljünk az igék hirdetésre. Kegyelmes Istenem, szerető Atyám, köszönöm, hogy minden jó nap esélyt adsz a Te igéd befogadására. Hálát adok neked, Uram, hogy nálad Te nem csak a 20 éveseké a világ. Hálát adok ezért a gyülekezetért, fiatalabbakért és idősebbekért egyaránt. Köszönöm, hogy évről évre erősebb közösség fejlődhet itt. Hálát adok a Biblia órákért, hithéret és közösségi alkalmakért, és hálát adok, Uram, az ifjúsági közösségünkért is. Jó odafigyelni rád, jó megismerni téged. Bevallom, Uram, néha nehéz megtartani a te szabadat, nehéz odafigyelni rád. Néha a világ tövisége elfolytanak, néha a madarak elkapkodják az igét. Kérlek azt, hogy mindjárt jó föld legyünk, és megtartsuk a te igédet. Termést hozzunk, kérlek ad, Uram, 30 annyit, 60 annyit, vagy akár 100 annyit a te nevedben. Legyen meg a te akaratod. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét, Lukács szerinti evangélium 8. fejezetéből a 4. verstől olvasom. A magvető történetét, de most nem a Máté szerinti leírásban, hanem a Lukács szerinti leírásban. Amikor pedig nagy sokaság gyűlt össze, és városról városra sokan csatlakoztak hozzá, egy példázatot mondott nekik. Kiment a magvető vetni. Vetés közben némely mag az útfélre esett, és eltaposták, vagy megették az égi madarak. Némelyik a köves helyre esett, és alig hogy kihajtott, elszáradt, mert nem kapott nedvességet. Némelyik a tövisek közé esett, és amikor vele együtt felnőttek a tövisek is, megfojtották. Némelyik pedig a jó földbe esett, és amikor felnövekedett, százszoros termést hozott. Amikor ezeket elmondta, így kiáltott. Akinek van füle a hallásra, hallja. A példázat pedig ezt jelenti. A mag az Isten igéje. Akiknél az útfélre esett, azok meghallották az igét, de azután jön az ördög, és kiragadja a szívükből, hogy ne higgyenek és ne üdvözüljenek. Akiknél a köves helyre esett, azok, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük, ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elbuknak. A tövisek közé esett mag, ezek azok, akik hallották az igét, de amikor elmennek, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtják őket, és nem érlelnek termést. A jó földbe esett mag, ezek pedig azok, akik igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak álhatatossággal. Kedves testvérek, az életvitel és vele együtt a nyelvünk szükségszerűen elég gyorsan változik. Amikor például azt mondom az egyik gyerekemnek, hogy ennek a zeneszámnak tekerje közepére, akkor nem érti, hogy hogy lehet egy zeneszámot tekerni. Mit jelent az, hogy tekerni egy zenét? Vagy azt mondom, hogy tárcsázd ezt a számot, akkor nem érti, hogy mit jelent számot tárcsázni. Éppen ezért, hogyha a mai
fiatal embereknek, vagy hölgyeknek, vagy gyerekeknek szeretnénk valamit elmagyarázni, mondjuk valami, ami nagyon nehezen érthető, és mondjuk egy példát hoznánk a hétköznapokból, és azt mondanánk, hogy képzeld, ez olyan, mint, és aztán elmondjuk, hogy milyen, akkor nem hiszem, hogy a kazettás magnó, vagy nem hiszem, hogy a tárcsázós régi fajta telefon sikert okozna. Mert már azt sem tudják, hogy az mi volt, tehát hiába hozom példaképpen, már magát a példát sem értik. Azt gondolom, itt zárójelben megjegyez, hogy ha okos telefonos példát hoznék ma, akkor az sokkal hamarabb érthetővé válna. Mert hogy ez van a kezükben, ezt látják, ezt ismerik. Kedves gyülekezeti testvérek, ránk is igaz ez. Ami 2000 évvel ezelőtt könnyen érthető volt, mondjuk így, hogy Jézus egy hétköznapi képet használ, amit akkor mindenki ismert, az ma már egyáltalán nem könnyen érthető. Már csak azért is, mert akkor Jézus idejében a népesség 90%-a földművelésből élt, és tudta jól, mit jelent szántani és vetni. Ma pedig éppen fordítva van, jó, ha 10% él földművelésből. Ráadásul már a technológia sem ugyanaz, tehát ha még a tömeg meg is lenne, teljesen másképp műveljük ma már a földet. Csak két példát hadd hozzak, kicsit megmosolyogtató, de igaz. Egy hete az ifisekkel az első Zsoltárt vettük, ahol külön meg kellett magyarázni az ifiseinknek, hogy mit jelent az a szó, hogy pejva. Egy másik példa, egy baba szakács könyvben, amikor első gyerekünk megszületett, akkor nekünk is voltak ilyen baba szakács könyveink. Így kezdődött az egyik recept, hogy a sárgarépa földben terem, ezért először meg kell mosni. Hát valahogy így állunk mi is ezzel a példázattal szemben. 2000 évvel ezelőtt ez egy teljesen érthető hétköznapi cselekmény volt, cselekedet volt, amit mindenki értett, és Jézus azért mondta el, mert mindenki értette, és nem bonyolultan akarta elmagyarázni az Isten országának a titkait, hanem azt mondta, hogy képzeljétek, az Isten országa annyira egyszerű, mint amikor a szántóvető kimegy és kinti a magot és elszórja a magot a földben. Mindenki tudta, hogy mit jelent. Ma pedig lehet, hogy szóról-szóra el kell magyarázni, hogy mi van ide leírva. Egyetlen fontos dolgot korabeli technológiában muszáj elmondanom, mielőtt bárkit leragadna, hogy mennyire nem értettek akkor a földműveléshez, és mi az, hogy nem látod, hogy kő van ott, meg tövis van ott, meg útfél van. Hát, hogy ezt értsük, hogy ez miért történt így. Tudnunk kell, hogy 2000 évvel ezelőtt úgy hívták a földművest, hogy vetőszántó. Ma úgy hívjuk, hogy szántóvető, mert előbb szántunk, és utána vetünk. 2000 évvel ezelőtt úgy hívták volna őket magyarul, hogy vetőszántó. Ugyanis először elszórták a magvakat, és utána egy egyszerű faekével beleforgatták a földbe. És ezért először vetettek, és utána beszántották ezeket a magvakat a földre. És amikor elszórta a magot, akkor nem tudta, hogy ott, miután ő be fogja forgatni, ott köves talaj van, vagy tövises talaj van, vagy pedig keményre taposott föld van. Éppen ezért történhetett az meg, amit itt Jézus elmond. Például ez fontos tudni ahhoz, hogy ne azon kattogjunk, vagy gondolkodjunk, hogy hát hogy lehet ennyire pazarlóan szórni a magot. Nem volt pazarló, hanem mindenhol szerette volna a terem, ezért szétszórta, és utána beforgatta a földben. Egy emlékem jutott eszembe, még mielőtt az ige magyarázatára térnék. 3 évvel ezelőtt, amikor még tanítottam hittant itt az érligeti iskolában, az 5. évfolyamon a magvető példázata tananyag. Mindent megtanítottam nekik akkor a korabeli földművelési technológiáról, a talajfajtától és minden egyébről, amit le van írva, de egyetlen egy dologgal nem tudtam boldogulni. A történet eredeti, azaz teológiai jelentését is valahogy át tudjam adni egy 10-11 éves gyereknek. Ugyanis a pedagógiai szakkönyvek szerint a 11 éves gyerekek szimbolizálási képessége még nincs kifejlődve annyira, hogy az absztrakt fogalom között és a képi jelentés között ezt a hidat olyan könnyen megalkossák vagy bejárják. Azaz a magvető történetében arról tanít Jézus, hogy a hirdetett igét többféleképpen is lehet hallani. A gyerek, amikor hallja, akkor elképzel, hogy megy, szórja a magot, ahogy itt mi is csináltuk, szánt, kő van benne, stb. Tehát ezekkel nincs gond, ezt megérti.
De amikor arra kellett elmagyarázni, hogy ez a kő, ez azt jelenti, hogy aggodalmaskodás, vagy élvezetek, vagy gazdagság, pénz, stb., akkor nem tudta, hogy most miért beszélek arról. Hát eddig egy képről beszéltem szántásvetésről, most meg hirtelen elkezdtem valami tök furcsa, bonyolult dologról beszélni. Tehát azt gondolom, hogy ami itt például 5. osztályban nehezen megy, hogy megértsék, hogy ez a történet az ige hallgatásunkról szól, az egy 11 éves kisdiák nagyon nehezen köti össze, még egyszer mondom, a képet és az absztrakt fogalmat. De mi a helyzet velünk? Hiszen most nekünk szól az Isten igéje, és értjük-e mi első olvasatra, értjük-e mi azonnal, hogy itt most nem szántásvetésről akar Jézus tanítani bennünket, hanem elsősorban az ő igéjének a hallgatásáról. Értjük mi első hallásra, hogy itt a mai történetben Jézus arra figyelmeztet bennünket, hogy legyen fületek a hallásra, hogy halljátok meg az evangéliumot, hogy jusson a szívetekbe az ő szava, az ő evangéliuma, és ott teremjen örömet, békességet, boldogságot, üdvösséget. Mert hát erről szól ez a történet. Arról, hogy hogyan hallgatjuk az Isten igéjét. Ezért van itt ez a felkiáltójel, akinek van füle a hallásra, hallja. Legyen hát fületek, hogy halljátok az evangéliumot. Ne legyen az Isten igéje falra hány borsó, amit itt az előbb a gyerekekkel be is mutattunk, ami aztán lepereg, összesöpörjük és kikerül a szemétbe. Fontos tehát, hogy az evangélium, ahogyan Pál apostol mondja a Rómabeli levél, Rómabeliekhez írt levelében, hogy a hit hallásból van. Ezért fontos tehát, hogy az evangélium a fülünkön keresztül eljusson az életünkbe. Ugyanakkor ez a mai történet, a magvető története pedig arra mutat rá, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy milyen szívvel fogadjuk az Isten igéjét. Mert a nyitott fülhöz, nyitott szívre is szükség van. Azt a címet adtam a mai prédikációnak, hogy 3 de, meg 1 és. Hogy mire is vonatkoznak ezek? Hát a magvak sorsára. A magvak mind a 4-szer eljutottak a földig, érintkeztek a termőfölddel, ugyanakkor 3-szor is azt olvassuk az igében, hogy de. Ez az ellentétes kötőszó pedig arra mutat rá, hogy a magvak sorsa ugyanaz lett. Eljutottak ugyan a földig, de nem hoztak termést. Mit akar ezzel Jézus mondani? Azt, hogy van valaki, aki nagyon nem szeretné, hogy az ige bejusson a földbe, hogy az ige termést hozzon. Nagyon nem szeretné, most már teológiai értelemben mondva, hogy az ige a szívedbe jusson és ott termést hozzon. Így tanítja Jézus a 12. versben, akinél az útfélre esett, azok meghallották az igét, de azután jön az ördög, és kiragadja a szívükből, hogy ne higgyenek és ne üdvözüljenek. Kedves testvérek, nagyon-nagyon kemény mondat ez. Már csak azért is, mert itt az elmúlt 1-2 évben, ahányszor előjött a gyülekezetünkben valamilyen formában az a szó, hogy ördög, sátán, akkor mindig egyfajta ilyen megrezzenést éreztem, nem tudunk igazán ezzel mit kezdeni. Hát Jézus a saját szavával mondja, hogy akiknél az útfélre esett a mag, azok hallották az igét, de aztán jön az ördög és kiragadja a szívükből, hogy ne higgyenek és ne üdvözüljenek. Mint hogyha egy harc folyna az ember életéért. Jézus azt szeretné, hogy az Isten igéje ott legyen az életedben, a szívedben. Az ördög pedig azt szeretné, hogy ne legyen ott az Isten igéje az életedben. Ennyire leegyszerűsíthető a harcnak a tétje. Képzeld csak el, hogy tavasszal felásod a kertedet, elveted benne a krumplit, a borsót, a napraforgót, vagy a babot, vagy bármi egyebet, és aztán lefekszel este, kipihened a fáradtságodat, reggel kimész, és látod, hogy eljött az ellenséged, és kapával mindent kiforgatott, amit csak elvetettél, tönkretette az egész munkádat. Nem menne dühítő, ha egy ilyen megtörténne? Vagy ugye többen termesztetek szőlőt itt a gyülekezetben, rendbe teszed a szőlődet, tavasszal megmetszed, megkötözgeted, ápolod egész tavasszal, hogy jó termése legyen, aztán valaki az egyik éjjel eljön és elvágja tőből az összeset. Ne legyen termés. Nem lenne dühítő, hogyha ilyen megtörténne? Te mindent megteszel, hogy szép és jó legyen, de az ellenséged meg igyekszik mindent megtenni, hogy tönkre tegye, és ne legyen termése. És ez is csak nyilván egy kép,
egy kép, ami arra mutat rá, hogy a te életed fölött is harc folyik. Az Isten és az ördög harcol, érted? Az Isten azt szeretné, hogy halld meg az evangéliumot, hogy fogadd be a szívedbe az evangéliumot, hogy higgy az evangéliumnak, hogy üdvösséged legyen, ez az Istennek a szándéka, az akarata, a vágya. Az ördög pedig azt szeretné, hogyha hallod is, mert itt vagy és hallod, de ne engedd be a szívedbe, és ne higgy benne. Ezt tanítja egy Jézus magvető példázatában. És hogyan teszi ezt az ördög? Egyrészt, ahogy itt olvastuk, ugye Jézus elmagyarázza ezeknek a föld típusoknak a jelentését is. Azt mondja, hogy meg tud keményedni a szíved. Meg tud keményedni a szíved, és lepattan róla még az Isten szava. És az, hogy emberek szava lepattan róla, azt biztos, hogy sokszor kipróbáltuk már, átéltük már. De amikor az Isten szól, az is le tud pattanni, hogy ezek a borsószemek, itt hallottuk, hogy visszakopogtak a falról, lepotyogtak oda a földre. Sokszor az ember szíve is olyan, mint ez a kemény fal. Nem olyan, mint egy jó puha föld, hanem olyan, mint ez a kemény fal. Falra hány borsóval válik, és nem jut el, és nem hoz termést. Hallod ugyan, de nem is érdekel. Hallod ugyan, de nem is érted. Hallod ugyan, de nem is akarsz az ige szerint élni. Ez a kemény szívnek a jellemzője, amely nem akarja az Isten igéjét befogadni. Nem fontos neked, hogy az Isten beszélni akar hozzád az igéje által. Mert vannak ettől fontosabb dolgok is az életben. Valaki úgy magyarázta ezt az igét, hogy az út, az az úton való járást, az úton lételt is jelentette itt ebben a példázatban. Abban az időben azok járkáltak keresztül kasul a földeken, akik kereskedtek. Ahogy mondtam, a társadalom 90%-a földműveléssel volt elfoglalva, és a maradék 10% élt kereskedésből. A földművesnek megvolt a maga ritmusa, de a kereskedő állandóan csak úton volt, futott a saját maga haszna után. Nem volt idejük semmi másra, csak a profitra tudtak koncentrálni. Azaz volt fontosabb az életükben, mint hogy legyen ritmusa, legyen rendje, legyen csendje, hogy tudjon az igére is figyelni. Volt fontosabb attól, mint az Isten igéje. Ezt is szimbolizálja itt az az út előttünk. Van egy kis történet, megint csak visszatérve itt az előbbi verse, hogy Jézus azt mondja, hogy az ördög eljön és kiragadja az igét a szívekből. Látok itt több olyan arcot, akivel még nem találkoztam korábban, szeretném őket megnyugtatni, hogy itt az igehirdetések nem szólnak az ördögről. De mivel Jézus ezt most itt megfogalmazza, ezért kénytelen vagyok most erre egy percig odafigyelni, és kérek mindenkit, hogy ne ijedjen meg ettől. Van egy kis szimbolikus történet, megint csak így mondom, ami azt mutatja be, hogy az ördög hogyan kívánja megfosztani az embert az igétől, az evangéliumtól. Interneten szokott jönni, menni, küldözgetik egymásnak ilyen keresztény körökben, lehet, hogy valaki ezt már olvasta is. Így kezdődik. A sátán konferenciát hívott össze. Összehívta az ördögöket. A megnyitó beszédében azt mondta, sajnos nem túl jó a helyzetünk. Nem tarthatjuk vissza a hívőket attól, hogy eljárjon a templomba, nem tarthatjuk őket vissza attól, hogy olvassák a Bibliájukat, nem tarthatjuk attól vissza, hogy megismerjék az igazságot, meg attól sem tarthatjuk vissza, hogy úrvacsorázzanak. És attól sem tarthatjuk vissza, hogy bensőséges kapcsolatot alakítsanak ki Jézus Krisztussal, mint megváltójukkal. De ezt az utóbbit minden áron meg kell akadályozni. Mert ha egyszer kiépítették ezt a bensőséges kapcsolatot Jézussal, tovább nincs hatalmunk felettük. Úgyhogy engedjétek meg, hogy elmenjenek a templomba. Engedjétek meg, hogy olvassák a Bibliájukat. Engedjétek nekik, hogy úrvacsorázzanak. Engedjétek meg, hogy házi körökbe járjanak, hogy olvassanak Bibliát, olvassanak léleképítő irodalmat. De mégis valahogy lopjátok el az érdeklődésüket, az idejüket attól, hogy ne tudjanak igazi kapcsolatot kialakítani Jézus Krisztussal. Ez a tervem, mondta a sátán, eltéríteni őket a megváltójukkal való bizalmas kapcsolattól, és hogy képtelenek legyenek fenntartani ezt az éltető, szeretett kapcsolatot Krisztussal, akár naponta, akár egész életükön át. Hogyan tegyük ezt, kiáltottak fel tanástalanul az ördögök. Jön egy hosszú felsorás, ezt most már nem szeretném végigolvasni, de itt jön az, hogy adj nekik sok munkát, férjeknek, feleségeknek, tégyeléjük
nagyon csinos nőket, hogy ne a feleségükre vágyjanak, vegyenek fel hiteleket, ürcöljenek annak törlesztésén, és sok-sok minden van itt felsorolva arra nézve, hogy tudja elvonni az ördög a figyelmünket, az érdeklődésünket attól, az időnket ellopni attól, hogy Krisztussal kapcsolatba lépjünk. Kedves testvérek, ez a történet is nyilván arra akar rámutatni, épp a szemem előtt van, hogy adjál nekik nyuszit húsvét helyett, hogy a megváltásról beszélnek. Tehát hasonló példák vannak itt felsorolva. Nyilván úgy érezzük, egy picit talán moralizáló, de mégis ebben élünk, ez lesz bennünket körül, hogy rendben van, mi megteszünk mindent, csak talán egy marad ki az életünkből, hogy az evangélium termést hozzon, és ez a termés, ez nem más, mint a Krisztussal való közvetlen, bensőséges szeretet kapcsolat. Többeknek, még egyszer mondom, lehet, hogy elrettentő ez a kép, de ez is egyfajta kifejezése annak, hogy harc folyik az életedért. Isten azt szeretné, hogy halld meg és fogadd be a szívedbe az evangélium üzenetét. Isten úgy szeret téged, hogy a saját fiát is odaadta, érted, hogy ne vessz el, hogy legyen életed már itt a földön, sőt, legyen örök életed halálodat követően is. Az Isten szeret és ad, és mindent ad azért, mert szeretne veled kapcsolatba lépni. És az evangélium erről beszél, az Isten kapcsolatba akar lépni veled, veled együtt akar élni, lenni életed minden pillanatában. Az ördög pedig azt szeretné, hogyha ezt el se hinnéd, hogyha be se engednéd az evangéliumot az életedbe, ahogy Jézus mondja, hogy ne higgyenek és ne üdvözüljenek. Ezért cselekszik meg mindent. Foglald el magad inkább a pénzed szaporításával, vagy önmagad megvalósításával, vagy a rád leselkedő veszélyekkel, a félelmeiddel, az aggódásaiddal, a vágyaid kielégítésével, a konfliktusaiddal, vagy a lelkesedéseddel, erről is beszélünk. Az ige, vagy az értelmetlenség terhével, mindegy, valamivel törzs le magad, töltsd be magad körül az időt, a teret, a hangot, a csöndet, iktasd ki, mindent tegyél meg annak érdekében, hogy ne legyen időd Krisztussal, hogy ne legyen kapcsolatod vele, hogy az ige ne tudjon termést hozni. Ez az ördögnek a szándéka. És ha ezeket teszed, akkor nem lesz időd az Isten szavára, és így az ige nem is jut el a szívedbe, és nem is hoz termést. És nem alakul ki ez a megváltói kapcsolat. Hallod az igét, de nem lesz termése. Nem lesz hit, nem lesz üdvösség, és ez nagy tét. Jézus ezért beszél az ige hallgatásáról. Mert hallgatjátok, de úgy hallgassátok, olyan fületek legyen, hogy bejusson a szívetekbe, hogy termést hozzon, hogy az evangélium kivirágozzon, hogy az evangélium ez az Istennel való kapcsolatot megerősítse napról napra. Ugyanakkor ez a történet nem csak arról ír háromszor, hogy de, hanem ír egyszer arról is, hogy és. És ez az és, ez a kegyelem. Idézem az evangéliumot, a jó földbe esett mag, ezek pedig azok, akik igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak álhatatossággal. És termést hoznak. Nincs akadály, nincs kifogás, nincs de, és van. Halljátok az igét, és hozzatok termést. Ahogy itt az ige mondják, hallják az igét, és termést hoznak. Mi ez a termés? Elsősorban az igének való engedelmesség. Az akaratunk arra nézve, hogy az ige szerint akarunk élni. Hogy ne más törvények diktáljanak az életünkben. Hogy ne a vágyaim, vagy itt az előbb felsoroltam, ne a pénz szeretetem, ne az ego, vagy ne a kapcsolataim. Egyedül Isten legyen a legfontosabb. Jézus Krisztus legyen a legfontosabb a számomra. És az ő parancsa. Szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd fele barátodat. Az igének való engedelmesség a szívünket mindig nyitottan fogja tartani, vagy a képpel élve puha földként fogja megtartani. Mindig vágyni fogunk az Isten szavára, ha az igével élünk. Mindig tudni akarja majd az a szív, aki befogadta az Isten igéjét,
hogy mit akar az Isten az életében, hogy mit mond az Isten az életében, hogy mit üzen neki az Isten az életében. Ez a termés, az ige termése, és erről nagyon fontos beszélni. Nem mi csináljuk. Lehet úgy hallgattátok itt az ördögről való tanítást, hogy na már megint tanítunk, erkölcsileg moralizálunk, stb. De nem. Ez a történet is az evangélium története. Mert nem mi csináljuk. És nem arra hív bennünket ez az ige, hogy te csináld meg. Nem úgy van az, hogy a lelkész jól megmondta most a szószékről, és akkor most, ha kimentem a templomból, akkor majd eldöntöm, hogy ezek után minden nap fogok Bibliát olvasni. Ez a termés nem emberkéz csinálmánya, hanem az ige termése. Azaz, az ige formál, az ige változtat egyre inkább belülről a szívünk mélyén, és vágyunk arra, hogy újabb és újabb igékkel szólítson meg bennünket az Isten. Ezért nyitom ki a Bibliát, ezért hallgatok ige hirdetést, ezért olvasok bizonyságtételeket, vagy ezért járok el hívő közösségre, mert az ige kelti fel a vágyat bennem, hogy szükségem van az Isten szavára. Nem azért, hogy teljesítsek, nem azért, hogy jó hívő legyek, semmi más ok nem jött szóba, csak az, hogy az ige megtermi a maga gyümölcsét, a maga termését, és az az, hogy vágyom az Istenre. Hogyan lehetek tehát jó föld? Hogyan lehet a szívem igaz és jó, ahogy Jézus mondja, hogy az ige belehújjon és termést hozzon? Na erre mondtam, kedves testvérek, azt, hogy ez a kegyelem. Ez az, amit mi nem tudunk megcsinálni. Mi nem tudunk eldönteni. Mi nem tudunk megalkotni. A Szentlélek tudja ezt megalkotni. Mert az ige mindig ott nyílik ki, ahol a lélek jelen van. És nem tehetünk semmi mást, csak kérjük, és kérjük, és kérjük. Ez Isten könyörüljön rajtunk, és adja nekünk az igéjét. A Szent Lelke által tegye termővé az igéjét bennünk. És ezt csak kérni tudjuk. De mivel az Istennek ne feledd el, hogy harcol érted, ez a legfontosabb célja, hogy ez az ige termést hozzon az életedben, hogy kapcsolatban légy vele, hogy kapcsolatban légy a megváltóval, Krisztussal. Meg fogja adni neked ezt a termést. Nem fog várakoztatni. Nem fog parkolópályán áltatni téged, hanem ha kéred, küldi az ő lelkét, és az ige megnyílik. Az ige megindul, növekszik, és termést fog hozni. 30-szoros, 60-szoros, vagy akár 100-szoros. Kedves testvérek, mit tehetünk tehát? Semmi más, mint hogy kérjük az Isten szent lelkét, és engedjük meg, hogy tegye a szívünket jó földé, amelyik vágyik az Isten igéjére, befogadja az Isten igéjét, és nagyon gazdag szívé válik ezáltal. Amen. Válaszoljunk a hirdetett szóra, igére, a 377. számú dicséretünk második és harmadik verszakában.
Hálásak vagyunk, hogy ez a gyülekezet együtt hallgathatja a Te ígédet. És köszönjük neked azt, hogy most így imádságban mi is elcsendesedhetünk. Köszönjük, Urunk, hogy nagyon jól látod a mi harcainkat. Látod, hogy sokszor olyan észrevétlenül megfeledkezünk a Te igédről. Néha nem is tudjuk, hogy egy nap hogy is telt el ezzel a sok mindennel, ami mögöttünk van. Hol veszítettünk el Téged? Hol feledkeztünk meg arról, hogy a tekintetünket fölemeljük Te rád? Ahogy az ének is mondja, hogy látod jól gyarló voltunkat. Látod jól kinek a saját szívét, ahogyan az ige hallgatása közben is, hogy sajdult fel, vagy hogy ismerhette föl, hogy bizonyra mennyire szeretnék én engedelmes lenni. De néha napok telnek el, és megkérdezem, hogyan kellett volna engedelmeskednem. Köszönöm az ige bátorítását és biztatását, hogy nincs olyan mélység, ahonnan Te ne tudnál fölemelni. Nincs olyan tudatlanság, amit Te ne tudnál megvilágítani a Te szent lelkeddel. És ahogy hallottuk, Urunk, ezt a kemény szívet, ahogy fölcsendült a pattogó borsóknak a hangja, bizony én is így bűnvallással álltam meg, hogy meg tud keményedni ez a szív. És milyen jó Istenünk, hogy Te napjainkhoz napokat adsz, és újra lehetőséget adsz arra, nem arra, hogy nagy fogadalmakat tegyünk, nem arra, hogy magunkat megváltoztassuk, hanem csak arra, hogy bizalommal rád tekintsünk. És hogy Te egy igét adsz vajon, vagy munkába menet egy gondolatot, amivel átmelegszik a szívünk, és